Itt a Gödöllői Királyi Kastély falai közt nem egyszer megfordulok, és ez a gondolat volt az, ami arra vitt, hogy 2007-re elkészítsük Erzsébet királyné egyik ruháját, amit nagyon sokan azt gondolták, hogy az a koronázási ruhája, hiszen mindenki a Rábedin felvételről azt gondolta 150 évig. De hát itt most önök azt a ruhát láthatják, amit ténylegesen Erzsébet királyné 1867. június 8-án a koronázáson a Mátyás templomban viselt. És ennek a ruhának a története azért is érdekes, mert összefonódik az életemmel, hiszen pici 5 éves korom óta rajzolgattam ezt a ruhát, anélkül, hogy tudtam volna, hogy mit rajzolok. 2007-re elkészítettem a Rábedin ruhát, és mire kikutattam a Rábedin ruhának az igaz történetét, addigra kiderült, hogy ezt a ruhát őrzik Magyarországon, mégpedig len a Veszprémi püspökségben, ahol is a ruhának a szoknyájából egy mise garnitúra együttes készült, amit a mai napig használnak. Ezt a mise garnitúrát mi lemásoltuk, mint egy puzzle játék összeraktuk, és az itt látható Erzsébet királyné valódi koronázási ruháját láthatják. Nekem nagyon fontos volt az életemben ezt a ruhát elkészíteni, hiszen magyarként, magyarnak lenni, egy divattervezőnek nagyon fontos, hogy legyenek olyan gondolatai, ami időtállóak. Én azt gondolom, hogy ezzel a ruhával egy életre beírtam nevemet a történelembe. Én köszönöm mindenkinek, aki ebben a ruhával segített, és köszönöm mindenkinek, aki megnézi és érdekli, hogy Erzsébet királyné hogyan is öltözködött, hiszen ez a nagyon sok év, ami 2004-től 2017-ig eltelt, lehetőséget nyújtott arra, hogy több ruharekonstrukciót is elkészítsünk, és ezeket a ruhákat ma már nagyon sok helyen meg lehet tekinteni, és itt a Gödöllői Királyi Kastélyban is rendszeresen lehet belőlük látni 4 darab ruhát, amit lányok ezeken a ruhákon tematikus sétákon viselnek. Erzsébet királyné nem véletlenül szerette Gödöllőt, hiszen szerette a magyarokat, és a koronázáskor is magát, a Gödöllői kastély használati jogát kapták ajándékba. Erzsébet királyné nagyon sokat töltött itt Gödöllőn, és én ezért örülök, hogy itt, a Gödöllői Királyi Kastélyban, rendszeres programokon és rendezvényeken a mi ruháink szerepelnek, és ezek láthatók.